Otthon egyedül játszik a 4 éves Pakkai Domonkos. Eddig Dadus vigyázott rá, de szeptembertől napközis csoportba szerették volna járatni a szülei. A kisfiú várólistára került. Látom a fiamon, hogy közösségbe vágyik, kisbarátokra lenne szüksége, tehát olyan energiával van teli, amit már mi szülők nem tudunk analizálni. Tehát ő már abszolút megérett arra, hogy jobb is legyen. Óbecse községben több mint 300 szülő szerette volna óvodába iratni a gyermekét. Viktor is várólistára került. Legfőképpen azért szerettem volna beíratni, hogyha gyerekek között legyen, saját társai között, és sokszor ő is mondja, hogy anya, mikor megyek oviba, mikor megyek oviba. Jelenleg 80 gyerek neve szerepel a várólistán. Elsősorban a 3-tól 5 éves korosztály napközis ellátása iránt nőtt meg az érdeklődés. Naszilini mestima, kao što je gradište Petrovo selo, osjeti se jedan manji pad zainteresovanih roditelja u odnosu na prethodne godine, na to mislim, a da je ovaj akcenat, odnosno veća zainteresovanost roditelja bila u samom Bečeju. Új csoportokat csak pénzügyminisztériumi engedéllyel indíthat az alapító, azaz az önkormányzat. Hajde da ja kažem da ćemo mi uraditi sve da od septembra nemamo listu čekanja. Nemamo listu čekanja da se deca upišu i da dve nove grupe počnu da rade. Azok a szülők, akiknek a gyerekük bekerült az óvodába, a héten már alá is írhatják a szerződést. A várólistás családokat legkésőbb augusztusban értesítik a fejleményekről.